Eneos, Japán első számú motorolaja. Importőre a Szakállmetál autóalkatrész. Az EU megszavazta, a Nista visszahívta, a háborúnak is van jó oldala, jószágjegyes faúvék jönnek, ilyen mindig se lesz neked se, remény a mókára, és űrügyek. 2023. február 17-e van péntek, én Karotta vagyok, és ez itt a TC Híradó. Sziasztok! Az Európai Parlament megszavazta, hogy 2035-től tényleg nem lehet hivatalosan többé forgalomba helyezni, illetve az EU területén belül értékesíteni CO2-t kibocsátó autót, mármint lokálisan, menet közben, használat közben, vagyis belső égésű motorral hajtott autót. Se dízelt, se benzinest, semmiet. Régóta érett már ez a döntés, néhány hónap ezelőtt is elmeséltem nektek, hogy akkor úgy tűnt, hogy a tanácssal kötött megállapodás tulajdonképpen így előre vetítette, hogy ez fog történni, de a hivatalos nagy szavazás, amikor az európai parlamenti képviselők megnyomják a gombot, az 14-én történt. 340 igen és 279 nem szavazat érkezett erre. Érdekes módon a magyar képviselők közül mutatkozik egyfajta törésvonal, a Fidesz-KDNP ellene szavazott, és mindenki más pedig mellette belértve egyébként a jobbikos gyöngyösít is. Tehát, hogy egy ilyen fura nehéz, hogy ez most akkor ez virágnézet, jobb oldal, bal oldal, izé. A lényeg az, hogy összességében a parlamenti többség megszavazta, átment, tehát 2035-től most már tényleg elbúcsúzhatunk a belső égéstől, akármi is legyen. A 2035-ig vezető út sem ígérkezik eseménytelennek. Egyrészt egy új módszert annál fogják értékelni a járművek tényleges CO2 kibocsátását, ráadásul az egész életciklus során, tehát beleszámolják azt is, ameddig megkeletkezik mindaz, amiből egy autó lesz, és aztán az is, amikor az visszakerül az anyatermészetbe, vagy egy következő autóba. És persze mindent, ami az üzemanyaghoz kellett, az áramtermelés energiaigényétől kezdve, akár foszilis, akár megújuló, blablabla, bla, bla, ugyanez az elégetett üzemanyagokra is. És a kibocsátási határértékek összehangolása a valós kibocsátással, tehát a határérték összehangolása a valósággal, az az odavezető útnak az egyik nagyon fontos fázisa. Ez azért kritikus, mert ti is tudjátok, hogy semmi köze nincs egymáshoz elég régóta a megadott adatoknak, mindegy, hogy az WLTP vagy egyéb norma szerint keletkezett, így mondanak egy számot, hogy ennyit fogyaszt egy autó, és aztán igazából nem fogyaszt annyit senkinek. 2021 óta kötelező fogyasztásmérő eszközt építeni minden Európában eladott autóba, ami a tényleges fogyasztást méri. Ennek az adatai alapján 2026-ban ellenőrizni fogják, hogy miközben volt annak, ami alapján az autógyárak elszámolnak ugye tulajdonképpen a valósághoz, és az alapján fogják tovább tekergetni a normát, de csak abban az értelemben, hogy hogyan kell közelíteni azt a nullát, ami most már biztos, hogy 2035-ben mindannyiunkra vár. Mindeközben egy másik kontinensen, egy másik hatóság is húzott egy merészet. A NISTA, vagyis az NHTSA, az amerikai közlekedés biztonsági hatóság visszahívatta a Tesla FSD-t. Ez akkor a breaking, hogy mielőtt jöttem be a stúdióba, akkor érkezett meg róla hirtelen az értesítés. A visszahívás itt elég sajátosan értendő, hogy hagyományosan azt szokták visszahívni, ami veszélyes, és az autógyárnak kötelező kiértesíteni a tulajdonost, aki aztán visszaviszi az autóját, amit megjavítanak. Ez itt a Tesla esetében nem így fog történni, hanem ez egy over the -air, tehát a levegőben küldött frissítéssel fog megjavulni, a visszahívás azt a 363 ezer autót érinti, ami jelenleg az FSD beta, tehát a leendő egyszer majd full self-driving rendszernek a beta verzióját használja, hogy melyik verziószám, hány tizedes egyik, azt igazából ne is feszegessük, mert attól lesz ez az egész csak még reménytelenebből követhetetlen mostantól kezdve örökre minden autógyár, minden szoftveres autója számára. A 363 ezer visszahívott autó állítólag, Veszélyes a kereszteződésekben, mert ha az FSD aktív, akkor előfordulhat, hogy egyenesen mennek egy kanyarodó sávból, pedig nem is lenne szabad, hogy nem tartják minden esetben tiszteletben a sárga jelzést, bármit is jelentsen ez, hogy nem állnak meg teljesen a stop táblánál. Ami azért fontos, mert Amerikában nagyon jellemző kereszteződés típus a minden irányból stop, amikor senki sem mehet hanem meg kell állni mindenkinek, és abban a sorrendben lehet tovább haladni, amilyen sorrendben odaértek az emberek a stop táblához. Ez egy írtózatosan irritáló kereszteződés típus tud lenni, hiszen ha jól látod, hogy nem jön senki, akkor nyilván a senki kedvéért nem akarsz megállni teljesen feleslegesen, ezért nem is csinálja senki. Ilyenkor szoktak a rendőrök előugrani a bokorból, és megbüntízni, hogyha nem ahhoz a raszhoz, felekezethez, sapkaviselési etikethez tartozol, ami az adott rendőrnek éppen megfelelne. A Tesla-nak van egy olyan opciója, hogy megmondhatod neki, hogy ilyen esetben, ha nincs ott senki, akkor feleslegesen nem kell tök megállnia a stop táblánál, akkor is ennyire lassít, de átgurul rajta, és ezt is azt mondta az nhts -e, hogy ez se fér bele. Továbbá, nem fér bele az, hogy beállíthatod, hogy többen menjen az ott megengedett sebességnél valamennyivel, és akkor ő ténylegesen mondjuk 5-10 mérföld per órával gyorsabban megy, és ennek megfelelően a kirakott sebességkorlátozó táblákra sem az elvárt módon reagál, hiszen hiába volt egy 30-as tábla, hát mondjuk megengedted neki, hogy őt 35-tel is. Mindezekből az következik, hogy ez egy balesetveszélyes szoftver, és vissza kell hívni, vagyis valamit csinálni kell ezekkel a dolgokkal. Azért is meséltem ezt ilyen sok kontextussal, hogy meglegyen, hogy itt olyan viselkedéses lépésekről van szó, amiket egyébként az emberek csinálnak mindig, hogy sose annyival megyünk, amennyivel szabad valójában, hanem valamilyen módon próbálunk igazodni a forgalom ritmusához, és általában inkább felülről, mint alulról szoktuk közelíteni a sebességhatárt, vagy legalábbis legtöbben, a legtöbb helyzetben. Hogy amikor látjuk, hogy teljesen indokolatlan valamit csinálni, például megállni egy olyan kereszteződésben, ahol nem jön senki, akkor igazából mi sem állunk meg, de az az érdekes, hogy az NHTSA -e ahhoz ragaszkodik, és ez egy teljesen védhető álláspont, nem mondom, hogy hülyeség, hogy ők azt tudják ellenőrizni, hogy az ottani kresz mit ír elő, és a kreszt kell betartania mindenkinek elvileg, különös tekintettel nyilván a robotokra akik aztán csak végképp ne bírálják felül, és a robotokat felparaméterező felhasználók sem engedhetik meg a robotnak, hogy az ne azt csinálja, ami a keresztben betű szerint ott szerepelt. Ebből még nagyon sok súrlódás lesz a valódi életben a felhasználók és az autók és a hatóságok között, hiszen az történik majd, hogyha így működnek az automatizáltan vezetett autók, azok igazából a maguk módján egy kicsit lehet, hogy idegesítő résztvevői lesznek a forgalomnak. Hogy ne álszenteskedjünk, az az illető, aki betű szerint minden egyes élethelyzetben mindig betartja a kreszt, az igazából nem közlekedik. Vagy éppen abban a pillanatban próbálja letenni a forgalmi vizsgáját, és tudja, hogy nem vesztegette meg a vizsgaviztost. De lehet, hogy még akkor se tartja be betű szerint az összeset, mert bizonyos esetekben egyszerűen csak nem életszerű. Miközben ebben a pillanatban jött ki a sajtóközlemény, de 2023. február 7-én a Tesla, amit nyilván előbb értesítettek róla, bár nem értett egyet az ügynökség elemzésével, úgy döntött, hogy óvatosságból önkéntes visszahívást hajt végre, vagyis valamilyen módon megfelelőbbé kívánja tenni az FSD viselkedését. 18 darab, tehát a 363 ezer autó közül 18 darabnak a tulajdonosának volt olyan típusú és észrevétele, ami arra vonatkozott, hogy az FSD működésével nem elégedett ezek szerint a szempontok szerint, vagyis a döntő többség úgy látszik, úgy van vele, hogy az FSD bár nincs kész, de mégis elég jó a maga furcsa, rossz és időnként kellemetlennek tűnő módján ahhoz, hogy úgy el legyen vele azzal, amit az jelenleg csinál. Kíváncsi vagyok, hogy a minden szempontból az elvárásoknak megfelelő FSD-vel kapcsolatosan milyenek lesznek a felhasználói visszajelzések. Cukibb audikathoz a háború! Mark Lichte Audi Design jelent meg egy interjú a Top Gear-ben, aki nagyon érdekes dolgokat mondott. Azt mondta, hogy az agresszív dizájnú autóknak leállozik, és mostantól lágyabb és barátságosabb megélnésű autók jönnek majd. Meg is hivatkozta, hogy például az Audi-nak az Active Sphere konceptje, amivel mi is foglalkoztunk már, az is egy puha és barátságos megélnésű autó, ami nincsenek is élek, és ezen a ponton így arra gondoltam, hogy... Ö, 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 várjál, te ugyanazt látod, mint én, de hogy aztán hozzátett, hogy a durva alsó részt leszámítva, aminek muszáj valahogy ezt a nagy masszívságot sugalnia, hiszen ez azért egy, egy terep koncepció. De hogy egyébként nem akar feleslegesen vadnak tűnni, és hogy ez azért van, és ez nagyon érdekes, mert az elektromos autóknál nem kell többé annyi megkötéshez alkalmazkodni tervezőként, mint a belső égésű motoros autóknál, ahol maga a platform nagyon sok mindent megszabott. Tehát tudtuk, hogy kell lennie egy motornak, ami egy elég magas és elég nagy tárgy, ami fölött bizonyos magasságot meg kellett tartani balesetvédelmi okokból, ugye amikor a gyalogos feje rácsapódik a géptetőre, és akkor az alatt nem szabad nagyon keménynek lenni. Hosszan lehetne folytatni, hogy hányféle szabály írja elő azt, nagyobb részt a gyalogosok, kisebb részt az egyebek védelme meg amit egyszerűen a technika megkövetel, hogy nem lehet igazából bizonyos fazonoktól nagyon drasztikusan eltérni, legalábbis kategórián belül. És ez a kötöttség tervezőként idegesítő, úgy fogalmaz, hogy tervezőként azon görcsöltél, hogyan tudnám megkülönböztetni magam a versenytársaktól, és valahogy ez ment el az agresszív dizájn irányába. Mostanra pedig azt mondja, őszintén szóval nem tetszik ez az agresszív stílus, annyi más lehetőség van, ezért van az, hogy a tervezők általában már nem erre a dizájnra koncentrálnak. Ez az én értelmezésem. Illetve a másik ok, hogy nem messze innen Ukrajnában háború van, ami mindenkire hatással van. Ez az egyik ok, hogy elfordulunk az agresszivitást megjelenítő autóktól, vagy legalábbis ezen a környéken. Tök érdekes, így tudja formálni részben a világpolitika sajátos eseményeinek a köre, részben pedig az, hogy nem kell nagy hűtőt rakni, meg motorblokkot hengerfejjel és hasonlókkal az autók elejébe. Így formálja az utcaképünket, és ki tudja, simán lehet, tök valószínűnek tűnik, hogyha az autók arcáról kopik le az agresszivitás, az elképzelhető, hogy vissza fog ámhatni az autót vezető emberek viselkedésére is. Hogyha nem azt érzed, hogy halálra akarnak sokkolni, amikor meglátsz egy autót, ha nem fenyegetetnek érzed magad, hanem alapvetően ilyen vidám, mosolygós, jókedélyű gépjárműveket látsz magad körül, akkor simán lehet, hogy te is inkább vidám és mosolyogós leszel. Én ebben hiszek. De ugye ezt egy a, multipla tulajdonos mondja neked, aminek a vidám, mosolygós delfin ábrázata valóban nem ijesztett még meg senkit, csak akkor, ha esetleg meg kellett volna vásárolnia, és arra gondolt, hogy ezt fogja meglátni minden reggel a ház előtt. A Volkswagen Touareg nevű családi drága SUV-je faceliftet kap, amelynek kapcsán gyári, megint légmacska körmöket kell alkalmaznom, gyári kémfotók jelentek meg, amin lehet látni a még kicsit álcázott prototípust. A faceliftek ugye általában nem különösebben érdekesek, és itt is gyanús, hogy tulajdonképpen a fényeken kívül nem sok mindenről esett szó, és a fények közül is érdekel minket az, hogy IQ-Light HD nevű matrix fényszorok vannak az elejében. Ami viszont érdekes, hogy látszik, hogy piros az embléma a fenekén. Az ugyanis, képzeljétek el, 2023-tól kezdve az EU-ban legális ki lehet világítani az emblémát, miközben régen nem lehetett ilyet csinálni. Nem lehetett az embléma önmagában egy világítótest, de most már lehet. És az első olyan autó, amin találkozni fogunk ezzel, az a 2023-as Touareg lesz, amivel kapcsolatban nekem állandóan az jut eszembe, hogy ez nekem úgy néz ki, mint egy ilyen izzó vassal egy billogot sütöttek volna a seggére, egy úgynevezett jószágjegyet. Így odaégették a nagy VW formájú vassal és szegényen ott ízik. Ha nekem lenne ilyenem, én nagy valószínűséggel valamilyen égési sérülésekre való kencével áttörölgetném a birtokba vétel után nem sokkal. Kevés autóval kapcsolatban voltam úgy meghasonulva, mint a Mini Cooper SE változatával, vagyis az elektromosított Minivel. A mini én alapvetően nagyon szeretem, ez a mostani a kicsit kevésbé tetszik, nem annyira csodálatos a dizájnja, mint a korábbinak volt, meg egy kicsit nagyobb, meg tohonyabb, meg minden, de azért még mindig elég jó, és menni vele még mindig rohadt jó volt, és akkor kijött bőle a villany, aminek én nekem, mint nagy villanybérencnek, milyen régen örülnöm kellett volna, de nem tudtam, mert idegesített, hogy valójában ez az autó az egyik kedvenc másik kisautómnak, a BMW i3-asnak a gyilkosa. És ha azt hiszed, hogy ezek így nem lehet, hát mind a kettő BMW, na pontosan erről van szó. A BMW i3 a maga korában, amikor elkezdték árulni 2014-ben, mostanra lassan már 10 éves lesz, egy fantasztikusan érdekes, exotikus technikájú, karbon utascellás, alumínium padlóvázas, hátsó nagyon jó megjelenésű, nagyon jó hangulatú, nagyon klassz kis autó volt, ami nyilván nem lehetett érdemben pénzt keresni, még akkor sem, hogyha viszonylag drága volt. Ezzel szemben ott van benne az az elektromos hajtáslánc, amit most milyen jól bele lehetne tenni valamibe, mondjuk valami olyasmibe, amin nem kell veszteségnek keletkeznie, mert nagyon komplikált és drága anyagokból gyártható karosszéria. Itt jön a képbe, hogy a BMW mindeközben a mini tulajdonosa is, és rájöttek, hogy az i3-as BMW-ből az egész villanyos hajtás cakumpak bele lehet lapátolni a mini-be, mert mostanra a mini elég nagy lett hozzá, hogy még úgy is beleférjen, hogy igazából egyáltalán nem villanyautónak tervezték, és egyáltalán nem lehet a hasa alá olyan szépen oda tenni az egész akkumulátor csomagot, ami az i3 felépítésének a lényege volt, és nem is a hátsó kerekeit hajtja benne a motor, hanem berakták szépen előre a belső égésű motor helyére, tehát az egy első kerékhajtású mini ezzel együtt, és azzal együtt, hogy az ember belenéz a motorterébe, és látja ezt a csúnya ákombákom és a segédkeretet, amivel bele van mókolva az elektromos hajtás a benzinmotor helyére, meg azt a ronda T alakú izét ott az alján, ahova betették nagyjából az ülések közé, meg a hátsó ülések alá az akkumulátor csomagot ilyen furcsa formában, ahogy éppen kiadta. És ezt nem szeretem, mert ilyen értelemben ez műszakilag egy igénytelenebb megoldás, mint amilyen az évtizedes életkorú donor volt, plusz nem is fér bele annyi aksi, tehát valójában nem a jelenlegi i3-nak, hanem az előző, a középső generációs i3-nak a műszaki színvonalát hozza a vadonatúj, most megvásárolható elektromos mini. Ezzel együtt is az van viszont, hogyha csak simán mész vele, és nem foglalkoztatnak ezek a részletek, akkor rohadt jó menni, mert vidám kis autó. És fogy is nagyon szépen, ennek megfelelően az i3-at nyugodtan lelőhette a BMW, mert most már nem kell ugyanezt a hajtásláncot jobb formában árulni egy drágán gyártható autóban, hanem el lehet adni egy olcsóbban gyártható, de szintén nagyon drágán értékesíthető, hiszen a Mini egy prémium márka autóban, és most ennek jött a nyitható tetejű változata, ami a világ első elektromos, kisautó méretű kabriója. Tehát itt azért sok mindennek kell jönni hogy az elsőség meg legyen, de akárhogy is nézzük, ez egy kívánatos mini kabrió, ami egy rohadt vidám autó, ami villanyal megy, tehát néma, és úgy tudsz vele suhanni az éledő tavaszi természetben, hogy közben nem ártasz azoknak a frissen rügyezésnek induló fácskáknak, meg a bimbózó növénykéknek, mert nem pöfögsz az orruk alá semmit. Én nagyon szívesen élném ezt az életet, de sajnos az a helyzet, hogy 999 darabra limitálták valamiért az SE Convertible-t. Kevés dolog foglalkoztat engem annyira, mint hogy valahogy össze lehet-e békíteni az elektromosodást és a célszerűtlen örömért történő autózást valamilyen módon. A saját Gréta projektem a porsche erre vonatkozott, de az eddigi legjobb példát talán, vagy legalábbis az egyik legjobbat, azt most találtam az interneten, képzeljétek el, van egy srác, egy mérnök, aki épített Nissan Leaf alapon egy olyan pályaautót, aminek az első kerekeit a Leaf saját hajtáslánca hajtja, vagyis 80 kwh villanymotor van benne, és a Leafnek az eredeti aksiai is. Teljesen érintetlenül. Viszont hátra belapátolt egy korábban balesetben összetört 2008-as Kawasaki Ninja ZX-10R-ből egy 13 ezeret forgó motort. A Nissan 370Z-ből a féknyergeket föltette előre, egy Lexus IS350-ből fogta a hátsó bölcsőt, arra ráépítette egy keretben a Kawasaki motort, és a végeredmény egy 280 lóerős, 13 ezeret forgó, rettenetesen gyors, szekvenciális váltóval szerelt versenypálya Leaf, ami <laughs> úgy megy és úgy szól, ahogy azt itt közben látod. Egy kicsit el is hallgatok a kedvéért. Még egyszer mondanám, ez egy Leaf. És ilyenkor is dolgozik benne a villanymotor is. Csodálatos projekt, ráadásul relatíve kevés pénzből készült, meglepően könnyen volt integrálható állítólag, tehát valójában igazából nem akart különösebben összeakadni a Leaf saját hajtása ezzel, nem zavarja, hogy valaki besegít neki hátulról rettenetes erővel tolni, és nyűvölt a motor, hanem olyan egykedvűen ettől még csinálja, amit csinálnia kell. Nagyon szép projekt, és nagyon megnyugtatóan illusztrálja, hogy teljesen mindegy, hogy mivel és miféle módokon próbálunk az örömkedvéért autót hajtani, mert igazából azon múlik, hogy elvállaljuk-e vele a hülyeséget. És ha igen, akkor tessék ott van az alkotás öröme és annak a látható mókás végkimenete. Hagyjuk el a Földet! A Blue Origin. Az űrmilliárdosok vetélkedésének a kevésbé menőnek tűnő vállalata volt eddig. Ez ugye Jeff Bezosnak az űripari vállalata, amik csinálták azt a furcsa formájú rakétát, amivel ráadásul volt is gond, amikor legutóbb kilőtték. Szóval a Blue origin nagyon hiányzott már egy rendes sikersztori, és amit most nyilvánosságra hoztak, az egy nagyon durva sikersztori javából. Azt mondják ugyanis, hogy szimulált holdkőzetből, ami az egyszerűség kedvéért a holdkőzet csak nem a holdról kell idehozni, hanem egyébként ugyanolyan összetételű, méretű formájú, mint amilyennel a holdon találkozni lehet. Szóval, hogy azzal a kőzettel megoldották, hogy kialakítottak egy olyan kemencét és egy olyan feldolgozási rendszert, amivel nem kell semmi, csak maga ez a regolit, ahogy hívják a holdkőzetet, és elektromos áram, és ennek a segítségével tudnak csinálni napelemet, akár magán a holdon, Sőt, a folyamatból nem csak a napelemhez szükséges, nagyon-nagyon szuper tiszta szilícium jön ki, hanem az az alumínium is, amivel aztán meg lehet csinálni az elektromos hálózatát, és a folyamatnak, aminek olvat regolit elektrolízise neve, annak a mellékterméke, Ráadásul szintiszta oxigén, hiszen itt arról van szó, hogy fémek oxidjairól próbáljuk leválasztani a fémet és visszanyerni, és az oxigént pedig elhasználni egyrészt arra, hogy mondjuk be tudják lélegezni a hold élő emberek, másrészt arra, hogy a holdról visszatérni szándékozó űrhajók egyik üzemanyaga legyen. Mert ugye tudjuk, hogy a rakéta az úgy megyen, hogy egy nagy tűzön megy, és a nagy tűz az két dologból keletkezik, valamiből, amit elégetünk, és valamivel, Amivel elégetjük, ami a mi esetünkben az oxigén, tehát már az egyik fele adott annak is. Ez egy elképesztően jó rendszernek hangzik, ráadásul a Blue Origin nagyon határozottan fogalmaz. Ők úgy mondják ezt, hogy ők ezzel kész vannak, ez működik, kipróbált, és szabadon skálázható. Tehát nem csak nagyon picit lehet laboratóriumi mennyiségben csinálni vele, hanem hogy ez már most egy szabadon skálázható módszer, amiből keletkezik tehát a napelem. Annak a takaró takaróüvege, a drótok bele, és még ráadásul oxigén is keletkezik az egész folyamatnak a végén. Vin, 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 vin. És állítólag ez a folyamat nyilván működhetne a Földön is, hiszen nincs ott a holdon semmi ami itt a Földön egyébként ne lehetne. Szóval, még akár a földi napelemtermelésnek is egy érdekes alternatívája lehet, gondolom, amennyiben költségszinten is meg tudja közelíteni azt, ahogy jelenleg szakmányban gyártjuk a napelemeket. Ezek fantasztikusan jó hírek, hiszen mondjuk uh, ugyanazt a foszilis energiahordozókra épülő elcseszett ipart és életet, amit a Földön kialakítottunk, azt a Holdon nagyon nehéz lenne, tekintettel arra, hogy nincsenek ott azok a néhány évmillióval ezelőtt elsüllyedt növények, planktonok, tudom, hogy dinoszauruszok igazából nem, amik a Földön rendelkezésre álltak eddig. De már szerencsére azok se kellenek sokáig. És ha már egy kicsit rakétáztunk, akkor az én kedvemért rakétázzunk még egy kicsit. Ugyanis ezen a héten egy másik, magánmilliárdos űripari vállalat fejlemény is volt, a SpaceX-nél megvolt a Super Heavy-nek, ami a Starship nevű nagy űrhajónak a nagy első fokozata, ugye a rakéta úgy épül fel, hogy van egy fokozata, amivel elindul, és felgyorsítja valameddig, utána az a fokozat leesik, és megsemmisül, vagy szépen leszáll szabályosan, ahogy az a SpaceX-nél általában inkább lenni szokott, és akkor a második és többiedik fokozatok, ha vannak, azok mennek tovább. És ebből a Super Heavy vagyis az a rakéta, ami viszi majd maga fölött a starship az most először elindult, még ezt úgy hívják, hogy static firing, amikor valójában nem repül el, hanem a rögzített rakéta az állványon beindul és kipróbálják a motorjait, hogy működik-e mindegyik, és közben nem engedik el. Ez egy végtelenül drámai jelenség sorozat tud lenni, mert amit ott éppen láttok, annak a méreteit azt hozzá kell képzelni. A Starship és a Super Heavy egymáson, amikor ez kész van, az 120 méter magas és 9 méter átmérőjű. Ez egy felhőkarcoló méretű rakétarendszer, aminek az alapját képező egyébként nagyobbik rakétának ez volt a statikus próbája, amikor beindították azt a 33 hajtóművet, ami összességében kétszer olyan erős, mint bármi, amit az emberiség eddig rakéta alá gyújtott, és nem robbant föl. 33-ból 31 végül is kiválóan működött, ez bőven elegendő egyébként egy kellemes tolóerő rekordhoz, nagyjából ugye 7500 tonna, az nem hangzik olyan nagyon rosszul, akármire is fordított le, autóra, házra, bármire. És ez a tárgy úgy néz ki, hogyha szerencsénk van, akkor akár egy hónapon belül az első orbitális tesztet is végrehajtja, tehát fölrepül, tesz mondjuk kört a föld körül, és aztán visszajön fantasztikus korban élünk. Ha felmerül, hogy miért kell rakétákról hallgatnod egy autós híradóban, akkor a válasz természetesen az, hogy egyrészt, mert ugye a híradó logója is rakéta, és ezután nem lehet, hogy ne legyen rakéta, meg a rakétának és a sárgarépának a formája is nagyon hasonlít egymáshoz, nem csak azoknak a más dolgoknak, amikre még ezen kívül gondolni lehet. De a legfontosabb az az, hogy mi itt azokat a járműveket szeretjük, amiknek valamilyen eleven karakterük van, és a rakétánál elevenem karaktere semminek sincs, ami jelenleg létezik. Ez valami, amit szuper hideg, mínusz 100 fokokról beszélünk, szuper sűrű, üzemanyaggal töltenek föl, ami közben peng és recseg, és belepi a környezetből kicsapódó pára, és jeges lesz, ami leesik róla, közben elfor ez az üzemanyag, és ki kell engedni, és puffog, és szuszog, és aztán egyszer csak egy óriási robbanással életre kell, és egy hatalmas lángtenger tetején elmegy. Legyőzi a gravitációt, és elmegy a pokolba, az űrbe. Ennél romantikusabb közlekedési eszköz nem volt, és nem szabad ilyet mondani, de azt hiszem vállalom, nem is lesz. És miközben az univerzum meghódítására készülünk, közben ide lent a Földön, Időnként meggyűlik a bajunk az ennél egyszerűbb közlekedési eszközök üzemeltetésével is, és ilyen helyzetben az elbizonytalanodás pillanataira jól jön, ha lehet puskázni. Ezt a puskát a Veszprém bármegyei rendőrség találta egy autóban közúti ellenőrzés során és a rendőrök is arra jutottak, hogy lehet, hogy valaki, akinek szüksége van egy ilyenre az autóvezetéshez, az igazából talán jobb lenne, ha nem vezetne autót a közúton, de mint nagyon helyesen írják Facebook posztjukban, nagyon sok helyen lehet egyébként gyakorló órát venni, és be lehet vésni ezeket az információkat úgy is, hogy aztán oda pillantás nélkül is meglegyen az embernek, hogy melyik lába kuplung és aztán melyre találhatóak, mely sebességi fokozatok. Időként a legjobbak is összezavarodnak ebben, de azért az esetek nagyobbik részében eltaláljuk. Ha jó Isten is megsegít. Így érnek véget a limitált lamborginik. Az előző adás komment szekciójában előkerült, hogy miért nem beszéltem a szuper limitált utolsó utáni leges legutolsó egy kép példányban készülő Lamborghini hogy is okról, és elmondtam, hogy azért, mert nem tartom ezt igazából fontosnak tovább ezek ilyen cinikus vieségek. és tessék, az élet most illusztrálta is, hogy ez mennyire így van, a Lamborghini Ultimé Roadster, érted Ultimé, mint már az, az is már utolsó volt, azt tessék, itt van, egy Ultimé kupéba csapódott bele, azért, mert a szegény, aki ott dolgozik azoknak a tehetős illetőknek fenntartott intézményben, ahova elment a tehetős illető, az egyébként bérelt Lamborghini évem, mert annyira azért nem tehetős, hogy birtokolja, és beleült a szegény parkoló ember, és neki ment a másik ultimének. Tessék, mi ennek az egésznek a tanúsága? A tanúság természetesen az, hogy a lamborghini már nagyon rég nem arra vásárolják, amire gondolni szeretünk, hogy az emberek ilyen nagy, szenvedélyes, önfelett száguldás során végül egy fára csavarodva meghalljanak benne, és így halljanak meg a lamborginik, hanem a lamborghini a limitált kiadású, leges-legutolsó, legfantasztikusabb V12-es, 780 lóerős, négykerékhajtású lamborghini is valójában ilyen pucos éttermek elé járnak parkoló fiúk általi tolatásos balesetbe meghalni. És azért ennél szomorúbb véget egy szupersportautó márka termékei számára igazából nem is tudnánk elképzelni. És végül, hogy kellemesebb szájízzel búcsúzunk, írtátok nekem nagyon sokan kommentekben, hogy de hogy a porcukor az mikor lesz végre látható, és akkor én próbáltam mindig így mosakodni, hogy a e, porcukor az az saját csatornámra szerződő cica, és hogy nem hozom ide, meg az Annával megbeszéltük, és de igazából rossz szájízem volt, hogy ti annyira aranyos kommentelők vagytok, én pedig nem szeretek rossz fejlenni, és képzeljétek el, a telefonom emlékeztetett a naptár alkalmazás, hogy ez itt a macskák világnapja. Február 17-e, National Cat Day. És ez azért volt a telefonomban, mert annak idején, amikor nagyjából 10 évvel ezelőtt az Index fejlesztési vezetője voltam, akkor kitaláltam egy olyan projektet, amit aztán nem mondtam meg senkinek valójában, hanem csak fölírtam magamnak, hogy ne felejtsem el, hogy egyszer a macskák világnapjára fejleszünk le egy olyan hülyeséget, hogy ha megnyitod az index címlapot, akkor az doromboljon. Azóta ugye történt egy más a macskákkal, az indexel, a nagyvilággal, és ez már nem egy aktuális feladat az én számomra. De mivel megérkezett az értesítő, úgy gondoltam, hogy ez egy jel, hogy akkor ma lesz az a nap, amikor nem szabotálom tovább a porcukor megjelítést, és akkor ezzel a háztái nagyon személyes cukiság tartalommal szeretném megköszönni igen megtisztelő egész hetes figyelmeteket, és találkozunk egymással további hüvejkúiak és uh, szuperköszik és feliratkozások és hasonlók megköszönése után. Néhány nappal jövő hét elején kedden, addig is legyen nagyszerű hétvégétek, szevasztok!